következő mesét Zsuzsa küldi neked a KNTH gyógyverás mezsedoktorok programon keresztül. Gyógyulj meg minél előbb! Hans Christian Andersen, a teáskanna. Volt egyszer valahol egy rátarti teáskanna. Majd felvetette a büszkeség, mert finom porcelánból égették, mert hosszú csőre és széles füle volt. Méghozzá elől a csőre és hátul a füle. Ez egész ritka dolog, emlegette is a teáskanna, ha csak tehette. Hanem a födeléről nem beszélt soha. Tudta, miért nem. A födele törött volt, s ha megragasztották is, csorba maradt. Minek beszéljen hát az ember a hibáiról, mikor azt úgyis megteszik helyette mások. A csészék, a tejszínes kancsó, meg a cukortartó, a teáskészlet többi tagja, úgyis többet gondolnak csorba födelére, többet is beszélnek róla, mint szépen ívelő füléről és pompás csőréről. Ezt a teáskanna nagyon jól tudta. Ismerem őket, sóhajtotta, ismerem a hibáimat is, be is látom, s épp ezért vagyok szerény és alázatos. De hát nem csak hibái, erényei is vannak az embernek. A csészéknek fülük van, a cukortartónak födele, de nekem ez is, az is. S ráadásul még valami, ami nekik nincs, csőröm. Ezért vagyok én a teásasztal királynője. A cukortartó és a tejszínes kancsó inkább csak a jó ízlés szolgálja, de az adakozó, az uralkodó én vagyok. Áldás lehetek a szomjazó emberiségre. Az ízletlen forró vízben nem dolgozza fel zamatos illattá a kínai leveleket. Gondtalan, vidám ifjúságában így elmélkedett magában a teáskanna. Ott díszelget a terített asztalon, s a legszebb kéz emelgette. De a legszebb kéz ügyetlen volt, s elejtette a rátarti kannát. Ott hevert a teáskanna ájultan a földön, a forró víz szétfolyt belőle, letörött a csőre, letörött a füle. A födeléről ne is beszéljünk, arról már elég szó esett. Rettenetes csapás volt ez neki, s ami a legszörnyűbb, mindenki rajta nevetett, rajta, s nem az ügyetlen kézen. Sosem felejtem el azt a pillanatot, sóhajtotta a teáskanna, amikor később elbeszélte élete történetét. Azt mondták rólam, hogy rokkant vagyok, félreállítottak egy sarokba, másnap aztán odaajándékoztak egy szegény asszonynak, aki zsírt kunyerált a konyhán. Koldosbotra jutottam, nem volt tartalma az életemnek, nagyon elkeseredtem. És mégis akkor kezdődött az én igazi életem, mert a világon mindenki máshova ér el, mint ahova elindult. Belém földet tömtek, s ez egy teáskannának annyi, mintha eltemetnék. De a földbe aztán virághagymát dugtak, hogy kicsoda nem tudom, ajándékba kaptam, a kínai levelekért meg a forró vízért kárpótlásul, meg hogy elfelejtsem letört csőrömet, letört fülemet. A földem befogadta a hagymát, s ez az enyém lett. A szívemmé vált, eleven szívemmé, addig tudjátok nem volt szívem. De akkor élet támadt bennem, élet és erő. Nedvek keringtek a belsőmben, a hagyma csírába szökkent, aztán virágot bontott, s én hordoztam, én voltam a bölcsője. Néztem, nem tudtam betelni a szépségével, boldog voltam, mert boldog, aki másnak tudja áldozni az életét. A virág nem mondott köszönetet nekem, nem is gondolt velem. Mindenki megcsodálta, mindenki megdicsérte. Én meg örültem, bizony megérdemli a dicséretet a szépséges virág. Egy nap aztán azt mondta valaki, jobb cserepet érdemelne. Akkor ketté törtek, ami nagyon fájt, de a virág sokkal szebb cserébe került, s ez megvigasztalt. Most itt heverek a szemétdombon, törött cserép vagyok, de az emlékeimet nem veheti el tőlem senki.